Köszöntöm a nézőket, friss napszemlét láthatnak. Már is mutatjuk, melyek a legfontosabb témák ma. Rövidesen elkészülnek az új szociális lakások. A 42 lakrészre több mint 200 család tett le igénylést eddig. Egyelőre alacsony az érdeklődés Hargita megyében a de minimis támogatás iránt. Székelyföld két nagyszülöttjéről készített táncmisztériumot az udvarhelyi néptáncműhely, Gyergyószent Miklóson is bemutatják. Rövidesen befejeződik a második tömbház építése, amelyben szociális lakások kapnak helyet. 42 tágas lakrész áll majd a nehéz sorsúak rendelkezésére. A lakásokat az önkormányzat utalja majd ki a megszabott prioritások alapján. Igény sokkal több lakásra lenne, 200 fölött van az iktatott kérések száma. A Kavicsbánya utcában található szociális lakások szomszédságában egy második tömbház építése kezdődött el még 2011-ben. Gazdasági nehézségekre hivatkozva a kormány nem tudta folyamatosan utalni a szükséges pénzt, ezért a munkálatok akadoztak, lassan haladtak. Most végéhez közeledik a munkálat, a városi infrastruktúrára is rá kell csatolni az épületet. Szeptemberi soros ülésén 22-én döntött a testület arról, hogy most már meghirdethető a közbeszerzés a 2-es számú szociális tömbház közművekre való rácsatlakoztatásához. Ennek előkészítésével és dokumentációjával dolgozik jelen pillanatban a fejlesztési iroda. Várhatóan a napokban megjelenik a nyilvánosság előtt is a közbeszerzéshez az ajánlatkérés. Ez azt jelenti, hogy még egy jó bő hónap szükséges ahhoz, hogy a közműrácsatlakozást meg lehessen tenni. Remélhetőleg, és a városvezetés elvárásai szerint még az idén besorolhatóak lesznek majd az igénylők, hiszen több mint 200 van belőlük, és kiadhatók lesznek számukra a lakások, hogy már a télen az új épületben kezdhessék az idényt. Az önkormányzat azt szeretné, ha a lehető leghamarabb használatba kerülnének a lakások. Nem lenne szerencsés, hogy a télen lakatlanul maradjon az épület. A rövidesen átadásra kerülő tömbházban 42 tágas lakrész van, a garzon lakások 40 négyzetméteresek, a két szobások felülete 60 és 70 négyzetméter között változik. Termopán ablakok, fém bejárati ajtók vannak a lakásokban, saját hőhozammérőkkel is fel vannak szerelve, a fűtésük gázzal lesz megoldva. Új munkaponton működik október 1-től az Erdélye Hargita Gyergyószentmiklósi kirendeltsége. Az ügyfélszolgálati iroda a Mártonáron utcából a Virágnegyedbe költözött. A Hulladék Gazdálkodási Vállalat mostantól a 43-as tömbház A-lépcsőházának földszintjén a 2-es szám alatt fogadja az ügyfeleket. Itt kell fizetni a hulladék kezelési díjat is. Egyelőre alacsony az érdeklődés Hargita megyében a de minimis támogatás iránt, de általában a leadási határidő előtti napokban szoktak jelentkezni a gazdák. Október 10-éig még iktathatják aktacsomóikat azon juh- és kecsketenyésztők, akik apa állatot szeretnének vásárolni. Legalább 60 juh vagy 20 kecske kell a gazda tulajdonában legyen ahhoz, hogy igényelhesse az apa állatokra kiírt de minimis támogatást. Ennek értéke 2500 lej, feltétele, hogy törzskönyvezett bedbécset vagy cápot vásárol a gazda. Nagyon üdvözlendő dolog, hogy történik ilyen mifelénk is, már hogy fel tudjuk újítani a bedbécs állományunkat, ezáltal törzskönyvezési folyamatban is be tudunk kerülni a juh állományunkkal. Bárányok egyértelműen már a törzskönyvezettek lesznek. A gazdák legtöbbször külföldről szerzik be a törzskönyvezett apa állatot, mivel a megyében nincs eladó. Emiatt a tenyésztők fenntartásokat is megfogalmaztak a vásárlással kapcsolatosan. Attól félek, úgy járunk, hogy a 90-es években a tehenészek jártak, hogy megjelent az a nagy bőséges különböző ondó, különböző speciál ondó, és rámentek a miénkre, a normális piros tarka állományról beszélgettek, a tehenészetről beszélek, és akkor minden felett beraktak mindenféle fajtást, tovább tenyésztek, és nem lettek jók azok. Szóval korcsok lettek. Sebestyén Sándor a kérelmeket fogadó Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság képviselője kérdésünkre elmondta, eddig 8 apa állatra érkezett igény Hargita megyében. Ez a szám azonban várhatóan nőni fog, hiszen leggyakrabban utolsó percben érkeznek kéréseikkel a gazdák.
A 2500 lejes de minimis támogatás október 10-éig igényelhető a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság székhelyén. A szociáldemokrata párt nyerne, ha vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, derül ki egy felmérésből, amelyet a Nemzeti Liberális Párt megrendelésére készítettek. A szociáldemokrata párt a szavazatok 38%-át szerezné meg, a Nemzeti Liberális Párt 30%-kal a második helyen áll. A harmadik a Mentsétek meg Romániát szövetség 9%-kal, majd a Liberálisok és Demokraták szövetsége következik 5,5%-kal. Az RMDS a szavazatok 5%-át, a Népi Mozgalom párt pedig 4%-át kapná, ha a vasárnap tartanák a választásokat. Csíkszeredai olvasóival találkozott Nyári Krisztián, az Így szerettek ők című magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló, valamint az Igazi hősök, 33 magyar és a Merész magyarok, 30 emberi történet című sikerkönyvek szerzője. A Kájuni János megyei könyvtár előadó terme ezúttal is szűknek bizonyult a 2016. szeptember 30-án szervezett találkozón. Murányi Sándor Olivér népes közönség előtt beszélgetett Nyári Krisztiánnal, főleg megjelent köteteiről, készülő új könyvéről és terveiről faggatva a szerzőt. Járok elég rendszeresen Erdélybe, és szokták szeretni. Nekem a legjobb olvasóim közé tartoznak az erdélyek, és ma például voltam egy gimnáziumban, Udvarhelyen, ilyen rendhagyó irodalom órán, és olyanokat kérdeztek a diákok, amit Magyarországon sem szoktak, tehát olvasnak. És hogyha olvasnak az udvarhelyi diákok, akkor Csíkba is olvasnak, úgyhogy az a tapasztalatom, hogy ismerni szokták a könyveimet, legalábbis kik eljönnek az ilyen rendezvényekre, nyilván azért jönnek, mert valamilyen módon érdekli őket. Nyári Krisztián 2012 elején barátai szórakoztatására kezdte publikálni a Facebookon magyar írók és művészek szerelmi életéről szóló képes etüdjeit, amivel néhány hónap alatt nagy népszerűségre tett szert. Ez nem egy tankönyv, nem egy irodalomtörténet, úgyhogy az ember szubjektíven válogat, és akkor a kedvenceit teszi bele már eleve, úgyhogy mindegyik a kedvenceim közé tartozik. De például nagyon szeretem a Benedek Elek életét, mert az egy kicsit szabálytalan a többihez képest, ez egy 60 évig tartó szerelemnek a története, két ember, aki kitart egymás mellett jobban, rosszban, és elhatározzák, hogyha az egyik meghal, a másik utána hal, ugye ez történt Benedek Elekkel is. De hát az összes többi nagyon színes és érdekes, hogy mondjak egy másik, kicsit ellentétes erdélyi példát, Tamás Járónak a magánélete is elég izgalmas és érdekes, négyszer nősült, nagyon szerette a nőket, meg a nők is szerették őt. A bejegyzésekből Így szerettek ők címmel két kötet született, az elmúlt évek emlékezetes könyvsikerei. A valós, dokumentált, de kevesek által ismert izgalmas, párkapcsolati történetek felidézésével szerethető, húsvér embereket mutat be ezekben. Ezek a történetek újdonságként hatnak, még az irodalom barátok számára is. Szándékosan egyforma hosszúságú történetek, amelyek magyar írók egy-egy kevéssé ismert szerelmi történetét mutatják be. Akik ezeket a történeteket szeretik, azok azért szeretik, mert ezeket az írókat meg a költőket szeretik, de szeretnének többet tudni róluk. És valóban az iskolai életrajzok, azok vagy ilyen telefonkönyvszerűen semmit mondók, vagy pedig nagyon ilyen kultikusak, mint a szenteknek az életrajzait olvasnánk. Nálunknál különb emberekről olvasunk ezekben az életrajzokban, pedig hát ezek ugyanolyan húsvér emberek voltak, mint mi magunk. Éppen az mutatja a művészként a nagyságukat, hogy egyébként ugyanolyan problémákkal szembesültek, akár a párkapcsolataikban, akár az élet bármely más területén, mint a legtöbb átlag ember, csak mellesleg zseniális írók meg költők voltak. Az lenne a furcsa, hogyha ez nem így lett volna. Tehát azon nem is kéne csodálkozni, hogyha angyalok meg szentek írnának remek műveket, igazából az a szép, hogy hétköznapi életű emberek írják ezeket. Igazi hősök és merész magyarok címmel 2014-ben és 2015-ben megjelent könyveiben olyan emberekről írt, akiknek élete és személyes döntései ma is példaértékűek. Többek között Márton Áron püspökről, aki felemelte szavát a zsidó törvények ellen, amikor az egyház vezetői hallgattak. Több ilyen emberről írtam, különböző világnézetű emberekről, lényegében teljesen mindegy, hogy mi az ember világnézete,
Az számít, hogy ezek az emberek, amikor egy-egy sorsfordító döntést meghoztak, egy pillanatra elgondolkodtak és nem magától értetődően, az szerint döntöttek, amit a többség elvárt, hanem mertek másként dönteni. Osztotta meg Nyári Krisztián a találkozó résztvevőivel a kötetek születésének történetét. Igen, mindig az emberi sorsok érdekeltek, és ebben benne van a szerelem is, az emberi életnek ez egy fontos része. Úgyhogy így, én irodalomtörténész voltam valamikor, vagy hát ezt tanítottam a Pécsi Egyetemen, és azután is érdekelt az íróknak, költőknek az élete, meg igazából mindenki másé is. Úgyhogy a két első könyvben írók és költők kerültek be. Idén novemberben jelenik meg 5. kötete, a magyar festők, többek között Czóbel Béla, Riprónai József, Munkácsi Mihály, Lócz Károly, Zicsi Mihály, Szinnyei Merse, Pál, Márfi Ödön magánéletét bemutató festői szerelmek. Murányi Sándor Olivér kérdésére válaszolva Nyári Krisztián azt is elmondta, új kötetet tervez, amely a legkülönbözőbb műfajban született 100 magyar levelet gyűjti össze, amelyek fontosak kultúránk története szempontjából. A találkozó végén hosszú sorban álltak a kötetek dedikálására várva a jelenlevők, akikkel még elbeszélgetett a szerző. Sürgősségi szolgálatot hoznak létre a vadak védelmére, amelyet a környezetvédelmi tárca működtetne a belügyminisztériummal közösen. 24 órás ügyeletet ígért a környezetvédelmi miniszter tegnap annak érdekében, hogy bármikor bejelenthető legyen a 112-es segélyhívón, ha a védett állatfajok okoznak vadkárokat, vagy emberre támadnak. Ez utóbbi esetben ugyanis azonnal elrendelhetik az adott állat elaltatását, a kilövést csak végső esetben alkalmaznák. A környezetvédelmi tárca tegnap közölte, egyelőre felfüggesztik annak a minisztériumi rendeletnek a jóváhagyását, amely lehetővé tette volna közel 1700 védett állat kilövését. Felfüggesztik tehát a kilövési kvótákat a nagy ragadozókra, azaz a medvére, farkasra, hiúzra és vadmacskára vonatkozóan. Az egyetemi tanévkezdéssel egy időben az A kártya kiadása is elkezdődött a Kolozsvári Magyar Diák Szövetségnél. A diákkártyát az ingyenes buszbérlet beszerzése mellett a partnercégeknél kedvezményes szolgáltatás igénylésére vagy termékvásárlásra is fel lehet használni. A háromnyelvű kártyát külföldön is elismerik. Folyamatosan érkeznek az egyetemi hallgatók a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség irodájába, ahol az A-kártya néven ismert ingyenes diákkártyát hétfőtől lehet igényelni. A kérelmezés online regisztrációval kezdődik, de amennyiben ezt a diák elmulasztotta, helyben is megoldható. A képet is fel tudják tölteni, ami majd az A-kártyájukon szerepelni fog. Ez nagyon egyszerűsített folyamat ilyen szempontból, mert bárhol egy fél perc alatt ezt meg tudják tenni. Utána be kell jöjjenek ide hozzánk a KMDSZ irodához, ahol leellenőrizik az adatokat, megnézzük, hogy az ellenőrzőjük az idei évre le van-e pecsételve, amivel igazolják, hogy diákok ebben az évben is, és akkor következő nap vissza is jöhetnek, és megkapják a nyomtatott A-kártyát. Az első nap mintegy 150-en kértek ilyen kártyát, amit legtöbben ingyenes tömegközlekedési bérlet igénylésére használnak. A hallgatók elmondása szerint azért is fordulnak a KMDSZ-hez, mert magyarul zajlik a kommunikáció, illetve könnyen megközelíthető helyen van az iroda. Pont itt voltam a környéken, és másrészt, mert magyar. Az egyetemen hallottam róla, és elsősorban a buszbérletért kell. A beszerzési folyamatot a diákok sem tartják bonyolultnak. Csak annyit, hogy elmenni a titkárságra, lepecsételni az ellenőrzőmet és idehozni. Mert tavaly már volt, és akkor most az adatok megvannak már. A diákszervezetnél harmadik éve kiadott kártya arculata idén megújult. Más szín és formavilágú, fiatalos diákigazolvánnyal büszkélkedhetnek a tulajdonosok. A korábbiak helyett mindenki új kártyát kap. Az A-kártyákat hétköznaponként 9 és 17 óra között lehet kiváltani a KMDSZ irodában az Ávrám Jánkú, azaz a korábbi Petőfi Sándor utca 21 szám alatt. A romániaiak fele nem bízik az egészségügyi rendszerben. Az erről szóló felmérést tegnap mutatták be. A felmérés szerint a megkérdezettek 33%-a az egészségbiztosítási pénztárban sem bízik, és több mint negyedük a kórházaknak sem szavaz bizalmat. A felmérésből kiderül az is, hogy a válaszadók 18%-át megalázták, miközben a kórházakhoz fordultak orvosi ellátásért. Az egészségügyi mutatókat illetően
Románia sereghajtó az Unióban egy Eurostat jelentés szerint az elhalálozások fele elkerülhető volna, az általános halandóság 25%-kal magasabb az uniós átlagnál. A gyermekhalandóság pedig 2,5-szer nagyobb, mint az uniós átlag. Székelyföld két nagy szülöttjéről, Körösi Csoma Sándorról és Erős Zsoltról készített táncmisztériumot az Udvarhelyi Néptáncműhely. Az Üveghegy ösvényén című előadás holnap városunkban is megtekinthető lesz. Az Udvarhelyi Néptáncműhely előadása Székelyföld két különböző korokban élt és teljesen különböző területeken tevékenykedő nagyszülöttjének, Körösi Csoma Sándornak és Erős Zsoltnak egyszerre állít emléket. Gyergyószentmiklóson csütörtökön este 7 órától mutatják be az Üveghegy ösvénye című táncmisztériumot. Az Udvarhely Néptáncműhely Üveghegy ösvénye címmel egy táncmisztériumot fog előadni, amelynek tematikája kettős, hiszen két olyan személyiséghez köthető, aki mindannyiunk számára, erdélyiek számára, magyarok számára egyaránt fontos. Az egyik Körösi Csoma Sándor, a másik pedig Erős Zsolt személyisége. Tudjuk azt, hogy mindkettejük életpályája, életútja a Himalájához, a Kanchenjunga nevű hegyhez és környékéhez kötődik, köthető, és az ők emléküket eleveníti meg ez az előadás. Az alkotók szándéka szerint az előadás egyben megkésett sirató és tisztelgés is a két erdélyi székely magyar alakja és áldozatos munkássága előtt, képzeletbeli zarándoklat ismeretlen nyugvóhelyükhöz, a mesebeli üveghegyösvényét követve. A belépőjegy ára 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej. Lássuk még egyszer röviden a fontosabb témáinkat. Rövidesen elkészülnek az új szociális lakások. A 42 lakrészre több mint 200 család tett le igénylést eddig. Egyelőre alacsony az érdeklődés Hargita megyében a de minimis támogatás iránt. Székelyföld két nagy szülöttjéről készített táncmisztériumot az Udvarhelyi Néptáncműhely Gyergyószentmiklóson is bemutatják. Ez volt a napszemle, köszönöm, hogy kitüntettek figyelmükkel, ne menjenek sehová, mert azonnal kezdődik a székelykonyha. Viszontlátásra!